Csütörtökre az ország számos területén ónos eső hullott, de valójában mi is ez a csapadék, hogyan alakul ki? Tényleg ón vagy ólom hullik ilyenkor a zégből? Hát nem egészen, de hogy hogyan is alakul ki, pontosan nagyon egyszerű. Két hideg légréteg közé beszorul egy köztes meleg légréteg itt körülbelül 0 fok körüli hőmérséklet van, hogyha a felső légrétegből havazás indulna el, akkor a köztes légrétegben 0 fok körüli hőmérsékleten megolvad a csapadék, majd az alsó légrétegben újra visszafagy, viszont itt olyan gyorsaságú a halmaz változás, hogy nagyon gyorsan ér földet ez a csapadék, és ott pedig az ütközési energia nyomán gyakorlatilag azonnal jégpáncél alakul ki az utakon. Ezért is kell nekünk egyébként még a havazás, illetve az ónos eső előtt preventív védekezést végeznünk, ezt meg is tettük az elmúlt napokban, viszont nagyon fontos kiemelni, hogy ónos eső idején, hogyha intenzívebb a csapadék, akkor az könnyen le tudja mosni a burkolatról a kiutatott sikosságmentesítő anyagokat, így mindenképpen érdemes a közlekedőknek módos eső idején fokozott óvatossággal közlekedni, és mindenképpen utazás előtt tájékozódjanak a www.utinfont.hu oldalunkon.